Jó szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy örömmel mutatom be mai előadónkat, Dávid Eleki Ildikót. Ildikó hosszú éveket töltött a közoktatásban, de mellette mindig is fontosnak tartotta az egészségtudatos életmódot. Ezt annyira komolyan vette, és szerette volna ezt minél tudatosabban és szakmailag is alátámasztani, hogy állami egészségügyi végzettséget szerzett, és gyógymasször lett. Ezt követően egy mozgásszervi rehabilitációs intézetben dolgozott. Így több nézőpontból is támogathatta a hozzáfordulókat az egészséges életmód elérésére való törekvésében. Mindezt ma már férjével, Attilával együtt teszik, és igyekeznek felhívni környezetük figyelmét a prevencióra, az egészségmegőrzés fontosságára, melynek egyaránt része az egészséges táplálkozás is. Éveken át létrehozói és házigazdái voltak olyan rendezvényeknek, amelyek sokak számára mutatták meg az egészség felé vezető utat. Egy ilyen rendezvényen ismerkedtem meg velük, ők pedig általam közelítették a DXN termékeit. Mindennek már 5 éve. Innen kezdve, mint szponzoruk, örömmel kísérem végig az útjukat. Mivel Attila a gasztronómia elismert szakembere, így nem volt nehéz a DXN termékeit beiktatniuk a hétköznapi étrendjükbe. Nagyon komolyan veszik dr. Lim tanácsát, aki azt mondja, hogy a DXN termékeinek kellene lenni a tápláléknak minden ember számára. Ildikó folyamatosan képezte magát a DXN termékeivel kapcsolatosan, jelenleg pedig a Magyar Természetgyógyász Szövetség természetgyógyász képzését kezdte meg. De hogy miért is választott a mai témának a férfi és női hormonok egyensúlyát, hallgassuk tőle. Fogadjátok sok szeretettel Dávid Eleki Ildikót. Köszönöm szépen ezt a nagyszerű bemutatást. Szeretettel köszöntök mindenkit, és hát akkor lássuk, hogy miért választottam pontosan ezt a témát, mert nyilván nem volt ez véletlen. Én azt gondolom, hogy minden egyes ilyen előadást nagyon szeretettel fogadnak, ha valamilyen idézettel vezetjük föl. Én most ezt fogom tenni szintén, amely egy nagyszerű könyvből való, méghozzá Együttműködés a hormonokkal, a címe a könyvnek. És igazából, ahogy látjátok, és bátran fotózzátok egyébként a diákat, hogyha van kedvetek, én ebből egy mondatot emeltem ki valóban, és igazából ez pedig az első mondat, méghozzá az így hangzik, hogy a testünk holisztikusan működik, minden mindennel összefügg. Hát valamilyen apropó ez, amiért a következő diákat látni fogjátok, méghozzá egy nem akármilyen helyzetben vagyunk valamennyien a világon, és azt gondolom, hogy ez a 2 hónap, ami mögöttünk van, és ki tudja még mennyi van előttünk, valóban olyan élethelyzetek sokaságát hozta el valamennyiünk számára, amire azt gondolom, hogy sohasem gondoltunk. Több ilyen élethelyzet is van, amelyre készülünk, méghozzá az egyik legcsodálatosabb esemény, ami a születés élmény igazából, ugyanakkor lehet dráma is, hogyha máshogy alakul, mint ahogy szeretnénk. Aztán a következő olyan nehézség akkor jöhet az életünkbe, hogyha valamilyen családi problémával találjuk magunkat szembe, akár egy válás, egy szülő-gyerek kapcsolattal kapcsolatos nehézség, és még számtalan egyéb ilyen szituáció. Aztán a gyerekközösségekben is nagyon kellemetlen dolgok történhetnek meg, a bölcsödékben, óvodákban, iskolákban. Ez azért nagyon nehéz, mert esetleg a gyerek nem is tudja elmondani, és már is megindul egyfajta érzelmi hullám vasúta a kicsi életében, aztán pedig nyilván minél nagyobbak vagyunk a saját életünkben is. A párkapcsolati problémák egy másik olyan terület, ami szintén olyan negatív érzelmi hullámvasútra ültethet minket, amiből nagyon nehéz kiszállni. Aztán itt vannak a halálesetek családban, a környezetünkben. Én azt gondolom, hogy ez a mostani helyzet aztán mindenképpen szomorú felkiáltó jeleket tesz itt a világszinten és sok ember életében. Az egzisztenciális veszteségről ismét nem hiszem, hogy különösebben beszélni kellene, hát ha valami megviseli az embereket, akkor ez mindenképpen. Én itt nagyon-nagyon nagy szeretettel és hálával tekintek a DXN cégre, hiszen azt gondolom, hogy mi valamennyien, akik
már ismerjük a termékeket, és termékforgalmazók is vagyunk. Valamilyen szinten legalább biztonságban érezheti mindenki magát, hiszen egy másik lábon is állunk. A következő ilyen terület az a személyiségzavarok területe, hiszen annyi minden ér minket, hogy óhatatlanul, hogyha ezek hosszantartó problémák az életben, akkor megjelenhetnek ezek a személyiségzavarok. Negatív érzelmek sokasságával találjuk szemben ezekben az élethelyzetekben, amik nagyon-nagyon sokszor megjelennek, még akkor is, ha nem szeretnénk. Itt a teljesség igénye nélkül egy néhányat felsoroltam. Én azt gondolom, hogy mindannyian találkoztunk már többel is ezek közül. Ezek sem teszik könnyebbé az életünket, és nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz a témához, ami ennek az előadásnak a címe. Mi történik ilyenkor a testünkben? Ugye azt szoktuk mondani, hogy sajnos ezek a negatív érzelmek fizikai megnyilvánulási formát is öltenek, különösen akkor, hogyha tartósan éljük meg ezeket az érzelmeket. Hát valószínűleg lesz itt dolgunk a DX-ben azért, hogy segítsünk azoknak az embereknek, akik valamilyen szinten elakadtak, vagy olyan csapdába kerültek ennek az egész COVID-19-nek a kapcsán, amiből önállóan nem biztos, hogy ki tudnak jönni. Az egyik ilyen fizikai megnyilvánulási forma az érrendszerrel kapcsolatos probléma, a magas vérnyomástól kezdve egészen hosszan folytathatnám a sort. A következő az idegrendszerrel kapcsolatos és az idegrendszert érintő problémák és negatív megnyilvánulási formák. Ezt is tudjuk, a legkülönfélébb problémák jelentkezhetnek az alvászavaroktól kezdve a szorongásos depresszióig. A harmadik terület az a légzőrendszer területe. Nagyon érdekes ez, mert azt gondolom, hogy a magyar nyelv az egy különösen szimbolikus nyelv, és rengeteg olyan szólásunk van, ami pontosan kapcsolódik ezekhez is. Amikor azt mondom, hogy elakad a lélegzetem, mert olyan dolgot találtam, vagy olyannal találtam magam szembe. Én azt gondolom, hogy amikor ez a vírus például az első napokban azzal a sokkal ért sok embert, hogy elvesztette a munkahelyét, hát akkor elakadt a lélegzete sokaknak. Ezt a példákat csak azért hozom, hogy nagyjából tudjuk értelmezni, hogy miről is van szó. A negyedik az az emésztőrendszert érintő fizikai megnyilvánulási forma. Itt is borzasztó széles a skála. A legkülönfélébb problémákat okozhatja az emésztőrendszerbeli probléma. A csontrendszer és az izomrendszer pedig azért van a sor végén nálam, mert nyilvánvalóan nem két perc alatt fog az megtörténni, hogy kialakul egy csontritkulás egy negatív érzelmi sok után, viszont hogyha hosszú idő átlagában tekintünk erre, akkor bizony nagyon azt értelmezünk, hogy lelki okai is lehetnek azoknak a fizikai tüneteknek, és ezt már az akadémikus orvostudomány is elfogadja, ami természetesen az izomrendszerre is kihathat. Hát nagyjából ennyit a fizikai megnyilvánulási formákról, és itt adódhatna a kérdés, hogy az rendben van, hogy segítsünk, na de hogyan segítsünk? Hát például a DX-en termékek szinte teljes termékpalettájával, még azt is megmenném kockáztatni, hogy a kozmetikumokkal is, legalábbis a családon belül, hiszen hogyha nem is tudunk dolgozni esetleg olyan területen, mert akadályozó vagyunk ebben, a saját családtagjainkat nyugodtan kényeztethetjük egy-egy masszázssal, vagy egy arckezeléssel. De most komolyra fordítva a szót, a szív- és érrendszeri problémáktól kezdve, egészen a csont- és ízületi bántalmakig, bezárólag, én összekapcsoltam ezt, ha látjátok, egy hormonális problémák kapcsolatzárójel utáni megjelölésével, mert igen, nagyon szorosan összefüggnek a hormonális problémák, majd fogjátok látni mindazzal, amit eddig elmondtam. És amikor pozitív érzelmeket élünk meg, hát akkor hogyan viselkedünk, milyen érzelmeket tapasztalhatunk, és annak milyen megnyilvánulási formái vannak. Hát itt ismét a teljesség igénye nélkül tettem be egy pár diát, természetesen a legelső az az, amikor az ember azzal az emberrel, akivel egyébként is szereti együtt tölteni az idejét, nagyszerű kávét ihat, vagy teját ihat, gyönyörű napfényes időben mondjuk a saját terasztán, ez már egy öröm és boldogság érzés.
de nagyon sok egyéb az emberi kötődés, a hálaérzése, a figyelem valami iránt, a sport, amit nagyon szeretnék itt kijelölni. Én azt gondolom, hogy a sport az különösen a DX-en berkekben egy nagyon fontos szempont, és majd később beszélek is erről, hogy milyen hormonok szabadulnak föl akkor, amikor sportolunk. Hát talán vagytok itt egy páran, akik ezt alá tudják írni, hogy így igaz. Tehát pozitív érzelmek során is fantasztikus élményeink lehetnek. De hogy mit mutat ilyenkor a szervezetünk, a testünk, azt a tudásfája.com-ról gyűjtöttem be, nagyon érdekes. Ez azt jelenti, hogy egy hőtérképes felvétel során azt vizsgálták, hogy a szeretet, a büszkeség, a boldogság és a meglepetés érzésekkor milyen hatások érik a szervezetünket. Ha megnézitek, rögtön ott az első név a szeretetet, akkor nagyjából, ha képben vagytok esetleg a csakrákkal, akkor látjuk, hogy kb. Milyen területekre, milyen erőenergia központokra vonatkoznak azok a melegségérzetek, amik ilyenkor végigáramolnak a testünkben. A büszkeség és a meglepetés az nagyon érdekes, mert ahol világosat láttok, ott meleg érzet van, ahol pedig sötétet, ott hűvösebb érzet. Tehát például büszke lehet valaki akkor, hogyha egy versenyt megnyer, mondjuk egy futóversenyt, és igazából nagyon el van fáradva a lába, fogalma sincs, hogy hogy jut oda a pódiumig, és veszi át az aranyérmet, de az biztos, hogy a fejében és a lelkében fantasztikus melegség önti el, és ezt így mondhatnánk tovább. Az izgalmas része akkor következik, hogyha beteszem ide ezt a másik ábrát, és most megpróbáljátok behelyettesíteni a testünk megfelelő területére ezeket az érzelmeket, hogy hogyan hatnak és hová hatnak, úgyhogy ez sokkal érdekesebb már a történet. Hát azt gondolom, hogy idáig tartott az a rész, ami mindegyik szempontból azt mutatja, bármelyiket is néztük, akár negatív, akár pozitív oldalról, hogy nem hatnak ránk ezek a történetek mindenféle különösebb tekintet nélkül. A kérdés csak az, hogy miért tettem ide ehhez a diához ezt a hatalmas felkiáltó jelet, és miért kezdem ezzel, hogy digitális demencia. Hát azért, mert ugyanakkor, amikor egy hatalmas lehetőség van a kezünkben, a digitális világ adta a számtalan eszköz segítsége kapcsán, ugyanakkor nagyon-nagyon vigyáznunk kell, mert egy óriási felelősséget is jelent mindez, mert hogy borzasztó függőségek alakulhatnak ki. A legeslegkomolyabban a gyerekek vannak veszélyben, és ezért nekünk felnőtteknek mindenképpen oda kell arra figyelnünk, hogy hogyan tudjuk mi ezt a csapdát kikerülni. A következő dián azt látjátok, hogy gyakorlatilag valóban óriási áldás volt az életünkben az, hogy most történt ez meg, amennyiben véletlen ez az egész, és nem egy 15 évvel ezelőtti periódusban, hiszen minden ugyanúgy folytatható az életünkben gyakorlatilag, mint előtte. Igen, megtanultuk egymást becsülni, megtanultunk az időnkkel bánni, megtanultunk egyfajta napi rendet, mert egyébként máshogy nem megy, és igen, meg kellett tanulnunk egy egyensúlyt felállítani. Azok a szlogenek, hogy maradj otthon, dolgozz otthon, tartózkodj a saját berkeiden belül, ez feltételez egy nagyon fontos és sürgős feladatot mindannyiunk számára, akinek eddig nem volt, egy napi rend felállítását. Azt gondolom, hogy az internet használat egy óriási lehetőség valamennyiünk számára, ami kifejezetten fejlesztő hatású is lehet, de ahogy mondtam, az előbb óriási felelősség is egyben. Mert egy dolog tény, hogy vannak olyan gyerekek és vannak olyan felnőttek, akik mindenféle időérzékelés nélkül képesek akármennyi időt eltölteni bármilyen képernyő előtt, és ebből nagyon sok mentális probléma és aztán betegség alakulhat ki sajnos.
Először is, amire nagyon kell figyelni, az a magányosság, hogy elmagányosodik az illető, és egyszemélyes játékba megy esetleg, anonimitásba vonul. A depresszió a másik, ami kialakulhat ennek a talaján, és nem utolsó sorban aztán ebből egy szorongás. Ez azért nagyon veszélyes, mert a nagyon sok internetezés, vagy a közösségi média használat abból a szempontból, hogy ezt nem helyesen tesszük, és nem a célt, nem azt a célt tűzünk ki magunk elé, hogy a személyiségünket építse, akkor akár csökkent önbecsüléshez is vezethet, hogy én nem érek annyit, mint egy másik ember, és nagyon hosszú a sor, amit végig lehetne itt vinni. A következő, amit mindenképpen fontos itt megemlítenünk, az egy olyan problémakör, amit 1980-ban és a 80-as években még álmodozásnak neveztek. Ma már inkább figyelem, magatartás vagy viselkedési zavarnak hívnak, vagy ADHD-nak, illetve autizmusra változott ez az elnevezés. Egy dolog egészen biztos, Magyarországon körülbelül 70 ezer fiatalkorút érint ez a probléma, és nagyon jelentős a felnőtt lakosság száma is. Nem lehet megbecsülni sajnos a pontos létszámot, ennek nagyon sok oka van. Az egyik oka például az, hogy nagyon sokan egyáltalán nem is tudják, hogy ez a probléma az ő nehézségük. Azonban bizonyos, hogy kb. 50 ezer gyerek egyáltalán semmiféle segítséget nem kap, vagy fiatal felnőtt, és ez azt is jelenti, hogy kevesebb, mint 5000 kap valóban adekvát egészségügyi ellátást. Én nem gondolom, hogy itt most egy komolyabb előadást fogok erről tartani. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha esetleg a jövőben úgy gondoljátok, hogy ez megérne egy előadást, akkor én nagyon szívesen a témáról, ami különösen érint minket, az autizmus spektrum különösképpen. Nagyon komoly tapasztalatunk van, nagyon komolyan dolgozom ezen a területen is, és természetesen a DXN termékek óriási eredményeket hoznak ebben a problémakörben is. Hát akkor nézzük, hogy ez a sor hogyan is zárul. Még annyit azért tettem ide be ezt a diát, hogy abszolút nem betegségről beszélünk az előzőekben, tehát sem az ADHD, sem az autizmus témakörben, hanem inkább egy állapotról van szó, amit azonban, ha nem segítünk, akkor egy életre szólóan megmaradhat. No, de akkor nézzük ezt a kis gondolkodó figurát, és mindazok alapján, amit már az előbb látunk és hallottatok, fölmerül a kérdés, hogy ez így mind rendben van, és akkor vannak érzelmeink, és azoknak mindenféle hatásuk van ránk, de akkor tulajdonképpen ki a főnök a testünkben? Hát el kell, hogy mondjam nektek, hogy a főnök a testünkben az a neuroendokrin rendszer, mert hogy az idegrendszerünk és a belső elválasztású mirigyeink rendszere együtt határozza meg azt, hogy hogyan is működik az emberi test. Ez a téma, amit én ma választottam, ez nem egy irodalmi szövegű téma. Én nagyon-nagyon fogok arra ügyelni, hogy a lehető legkevesebb olyan szakszót használjak, amivel egy átlag ember is elbír. Én azt gondolom, hogy egyszerűen nem lehet kikerülni egy-két helyen azt, de oda megpróbálok majd egy kis vidámságot csempészni, úgyhogy kívánok mindenkinek ezután is jó szórakozást. Tehát azt gondolom, hogy mindaz, amit eddig láttunk, az meggyőz minket arról, hogy az életünk során egy jelentős változáson megyünk át, növekszünk, fejlődünk, átéljük a serdülőkort, családot alapítunk, gyermeket vállalunk, és teljesen mindegy, hogy férfiak vagyunk, vagy nők, mert ez mindannyiunk életében ugyanígy zajlik, de mégis valamiféle rendszerint történik mindez. Azért olyan nagyon zseniális ez a rendszer, amiről beszélni fogok, mert emberi testnek hívjuk ezt a rendszert, és a harmadik védővonalaként kell tekinteni, és egyben a legérzékenyebb pontjaként is a hormonális rendszerünkre. Nagyon szigorú szabályok szerint történik az irányítása. Felsőbb szabályozó központok végzik ezt az irányítást, az alattuk elhelyezkedőkre való tekintettel, akik pedig aztán természetesen visszajeleznek az irányító központnak. A
A csoportban a főnök, mondjuk így, az a hipotalamusz-hipofízis rendszer, amiről valószínűleg hallottatok már. Annyit kell erről tudni, hogyha megnézitek, ez az is kis icurka-picurka a hipotalamusz, és ugye alatta van a hipofízis az agyban. Azt kell róla tudni, hogy gyakorlatilag a hipotalamusz egy kvázi kontrollközpontként működik, összekapcsolja az ideg és hormonrendszert. Ez azért nagyon érdekes, mert a hipotalamuszban és a hipofízisben termelődnek az úgynevezett endorfin gyűjtő nevű peptidek. A peptidekről egyébként már korábban is hallhattatok szót, mert a DXN kozmetikai családjában, amelyet ugye 2018. decemberében mutattak be, és forradalmi korszakalkotó termékekkel gazdagodott a repertoár, nagyon sok szót ejtettünk a peptidekről, és majd ezután is beszélek még róluk néhány szót. Tehát az a lényeg, hogy ezek itt termelődnek, és a fájdalomérzetet befolyásolják, nagyon-nagyon gyorsan képesek növelni a teljesítményünket, eufórikus örömök kiváltó hatását is átérhetjük velük. Akik rendszeresen futnak, én most nem látlak titeket, de ti láttok. Nem tudom, Célna Tündi itt vagy-e, Szabolcs, Mészáros Roland, Győri Évi, Simon Linda, és hát Manázs Zsuzsi nevét sem szeretném kihagyni itt a felsorolásból. Azt gondolom, hogy ti már találkoztatok többször a futásaitok, a hosszú futásaitok során ezzel, és természetesen mindenki, aki egy komolyabb sportot űz, és már régóta, a futás is felélénkíti ezt az endorfin termelést. Nagyon sok futó szokott arról beszámolni, hogy amikor jó formában van, akkor a hosszabb távokon való árad szél bennük, ilyen mámoros érzés fogja el őket. Na hát ez az endorfintól van. A következő dián ugye azt látjuk, hogy ez a pici ember futott egy ilyen kis puzzle darabkával, ami nyilvánvalóan azt jelképezi, hogy mindennek a helyén kell lenni. Itt nem történhet egyetlen egy malőr sem, mert abból nagyon nagy problémák származnának. Működésképtelen lenne az emberi szervezet a hormonjaink nélkül, és ez a szabályozó rendszer, ami azt gondolom, hogy már korábban is Katinak, harmad Katinak az előadásában, ugye az immunrendszerről nagyon sokat beszélt, Csizmadi Abeja is beszélt már róla, egy hármas tagolódása van a idegrendszer és az endokrin rendszerrel közösen végzik ezt a szabályozó rendszert. Most én itt valamit láttam, vagy 60 másodperces felírást, ezt nem tudom, mit jelent, hogyha látjátok, mindegy, talán nem történt semmi malőr. Amit én itt ebbe a kis keretbe betettem, az két nagyon fontos gondolat. Az egyik az, hogy a hormonrendszerről azt kell tudni, hogy egy folyamatos, lassú szabályozó rendszer. A feladata mindenképpen az, hogy a belső környezetünknek azt az állandóságát fenntartsa, ami egy folyamatos egyensúlyi állapot teremt meg. A növekedés, a fejlődés, a szaporodás folyamatos biztosítása a legeslegfontosabb célja. Ehhez képest az idegrendszer, ami a hormonrendszer felett is irányít, sokkal gyorsabb változásokra képes. A feladata az, hogy a külső-belső környezethez való azonnali alkalmazkodást lehetővé tegye. Azt tudni kell még, hogy a hormonoknak a feladata a finom szabályozás. Tehát ahogy mondtam is, az a lassú, folyamatos szabályozó szerep, és három hormontermelő mirigynek van itt nagyon nagy szerepe, ebből az agyunkban van, ez a három, hét pedig más részén a testünknek. A következő dián azt látjuk, hogy olyan sejthalmazból álló szervvel és dolgozik a hormonrendszerünk, amelyeket mirigynek nevezünk. Ezek a mirigyek váladékokat termelnek, két fajtájuk van, az egyik a külső elválasztású mirigy rendszere, ez azért külső, mert közvetlenül a külvilágba, vagy olyan testüregbe üríti a váladékát, amelyek kapcsolatban állnak a külvilággal. Én a legfontosabb külső elválasztású mirigyeket ide tettem nektek, mindegyiket ismeritek, legfeljebb így külön nem foglalkoztunk még velük. A verejtékmirigy, a könyvmirigy, a
a nyálmirigy és a tápcsatorna mirigyei. Ide a könyvmirigy alá oda tettem a prezire, hogy a hidegben lévő orrfolyás. Tehát ha megnézitek itt, nem akartam bonyolultabb ábrát, akkor látjátok, hogy gyakorlatilag a könyvtömlő és a könyvvezeték az szoros kapcsolatban van az orrüreggel. Tehát amikor kint áldogálunk esetleg egy hideg megállóban, egy téli napon, akkor előbb-utóbb megjelenik az orrfolyás, ami gyakorlatilag nem más, mint a könyvünk. A tápcsatorna mirigyeiről annyit kell még mindenképpen elmondani, hogy emésztőnedveket termelnek, és így teszik sokkal könnyebbé az egész tepelék felvételt és az emésztést. A következő diánk az a belső elválasztású mirigyrendszerről szól. Itt is megpróbáltam tényleg csak a legfontosabb szempontokat kiemelni, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon lényeges. Méghozzá azért kell külön választani ezt a két mirigyrendszert, mert még az előzőek a külvilágba vagy olyan területekre juttatják a váladékukat, amik a külvilággal érintkeznek, addig a belső elválasztású mirigyek hormonjai, amelyeket termelnek, azokat közvetlenül a véráramba juttatják. Itt a felsorolásban láthatjátok, és itt mellette ezt a sematikus ábrát, és direkt ide tettem mellé még ugye a hipotalamuszt és a hipofízist, ami a nagyon fontos részét képezi a belső elválasztású mirigyrendszernek. Láthatjátok azt a nyolc területet, ami gyakorlatilag az életünk minden periódusában és minden pillanatában segíti a létezésünket. A sárgával jelölt hasnyálmirigy az azért van úgy jelölve, mert a hasnyálmirigy egy nagyon érdekes mirigyünk, ugyanis egyszerre külső és egyszerre belső elválasztású mirigy is, hiszen a vérbe bocsátja a szervezet cukoranyag cseréjét szabályozó inzulint és az úgynevezett glukagont, és ugyanakkor emésztő enzimeket is termel. Itt látok egy hadsereget, ez azért nagyon érdekes, mert ez a kis hadsereg, amennek az élen a hipofízis áll, minden nap szintén, ahogy elmondtam, és minden pillanatunkban a mi rendelkezésünkre áll. Itt most megint kijött nekem egy ilyen írás, ami nem tudom, hogy vajon mit jelenthet, de már el is tűnt, úgyhogy rendben van, akkor folytatom. A hipofízis és az agyalapi mirigy a következő ábra, amiről azt mondtam, hogy igazából a legeslegfontosabb agyalapi mirigy az összes mirigy szempontjából, mert hogy a többi belső elválasztású mirigy működését is szabályozza. És akkor szeretném nektek megmutatni, ez egy nagyon nagy nagyítás, de mutatok mellé egy másik ábrát, ami sokkal izgalmasabbá teszi, és akkor azt gondolom, hogy meg is értitek, hogy miért ilyen érdekes ez a történet, hiszen olyan szinten analógiát tudunk felfedezni a karmestereink között, hogy azt gondolom, hogy a legjobb helyen vagyunk. Tehát belülről is van egy irányító központunk, és kívülről is megkapjuk hozzá a segítséget, úgyhogy kívánok nagyon jó együttműködést ennek a két karmesternek, és tegyünk meg mindent, hogy ez a fantasztikus kooperáció közöttük megmaradhasson. Azt kell tudni még a hipofízisről, hogy két nagyon fontos levenye van, ez az egyik az előső, és a másik a hátsó. Igazából azért fontos ezt itt kiemelni most, ebben a pillanatban, mert az agyalapi mirigy által vezérelt szervek, hogyha ezt itt megnézitek, szintén két nagyon-nagyon fontos terület, az egyik a pajzsmirigy, a másik pedig a mellékpajzsmirigyek, amik az életünket szintén nagyban befolyásolják. Amit még itt én mindenképpen fontosnak tartok, hogy nagyjából, bár tudjátok, szerintem tájékozottak vagytok sokan a témában, hogy két nagyon fontos hormont termel például a pajzsmirigyünk, ez a T4, vagyis a tiroxin, és a triiodtironin, ez pedig a T3. Ez a két hormon az anyagcserénket befolyásolja, ez azért nagyon fontos, szinte minden szervünkre hatással van, később fogok róla egy kicsivel részletesebben beszélni. Azért érdekes még ez a dolog, mert vannak még olyan hormonjai,
és az agyalapi mirigynek, amely más belső elválasztású mirigyek működését is szabályozzák. Nagyon érdekes, mert van egy pár olyan saját hormonja, tehát ami az agyacsere folyamatokat közvetlenül is befolyásolja, és akkor itt megint előjönnek ezek a peptidek, amik igazából nem mások, mint kvázi sejtkommunikációs anyagok, és ahogy említettem már a DXN kozmetikumaiban találkoztunk velük. A következő az a tobozmirigy, ami szintén nagyon fontos szervünk. Ide oldalra betettem, hogy lássátok, hogy milyen icurka, picurka és mennyire el van rejtve. Róla azt kell tudni, hogy az alvásciklusunkat szabályozza, és borzasztó mértében meghatározza a hangulatunkat. Nagyon kevesen engedhetjük meg, azt gondolom magunknak, hogy 20 és 24 óra között elaludjunk, viszont a gyerekeinket borzasztóan kellene erre inspirálni, mert hogy ekkor termelődik olyan hormon, ami gyakorlatilag takarít az idegrendszerben. Méghozzá ez a melatonin, amire úgy is tekinthetünk, mint a testünk természetes altató hormonja. És azért nagyon érdekes ez, mert a tobozmirigy csak akkor bocsátja a vérünkbe, hogyha teljesen sötét van. És ez hajnal 3-4 óra körül már csökken. Nagyon érdekes, mert én ma a 1:30-kor feküdtem le éjszaka, mert mindig eszembe jutott még valami, amit ide a prezihez még tehettem volna. Tehát ez azt jelenti, hogy 6:30-kor fönn voltam, viszont nem volt probléma, bár az élénkítő hormonjaim dolgoztak, ugyanis tudtam azt, hogy a spirulina az a készítmény a cégnél, amely pillanatok alatt helyre fogja tenni az én megborult bioritmusomat, és így is volt, jóval többet vettem el, mint egyébként, úgyhogy teljesen toppon lettem egy nagyon rövid időn belül, ezt most csak azért mondtam, hogy ilyen jellegű lehetőségünk is van. Amit még nagyon fontos kiemelnünk, az az, hogy van egyfajta antioxidáns hatása is a megfelelő mennyiségű alvásnak, ezt talán kevesebben tudjátok, nem véletlen az, hogy kell regenerálódnunk, hiszen a biológiai óránk akkor működik jól napi szinten, hogyha minden egyes fázisnak megvan a maga ideje, és azt maximálisan meg is tudjuk engedni. Nagyon fontos szerepe van még az agyalapi mirigy által csak is a mély alvás idején termelt úgynevezett növekedési hormonnak, ami az éjszakai hormon kozmetikában egy jelentős történet. Itt én azért tettem zárójelbe, hogy gyerekek és tévé és mobil és számítógép, mert hogyha a gyerek 9:30-kor ágyba kerül, de 9:15-3 perccel kapcsolja ki a mobiltelefonját, akkor valószínűleg ez nem pont úgy fog zajlani, ahogy jó lenne, hogy működjön. Úgyhogy erre is jó, ha odafigyelünk. A következő az a mellékvese, ami egy nagyon érdekes tervünk. Ha megnézitek, az emberekben ilyen kis piramis alakba helyezkedik el a babalakú veséinek a csúcsán. Annyit érdemes róluk tudni, hogy itt termelődik az adrenalin, ide is írtam a diára, ez az üs vagy fus, és hogy ez mit jelent igazából. Hát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy amikor valami nagyon nehéz fizikai munkát végzünk, vagy valami olyan veszélyhelyzetbe kerülünk, akkor megnő a vérünkben ennek a hormonnak a koncentrációja, és fokozódik a szívműködésünk, megnő a vérnyomásunk, emelkedik a légzésszámunk, sokkal több vér áramlik az izmainkba, az agyunk vérellátása fokozódik, amíg a zsigeri szerveinkben azonban szűkülnek az erek, és így a bélcsatornánk, a vesénk, a bőrünk vérellátása és a működése is csökken, hiszen sokkal egyszerűbb úgy neki állni egy nagyon komoly feladathoz, hogy nem kell elmenni a WC-re. Tehát ez nagyon zseniális rendszerint van kitalálva és szabályozva ez az egész. Azt kell tudni, hogy két területe van a mellékvesének, van egy kéregállománya és egy velőállománya. A kéregállomány termeli a kortizol hormont, ami egy férfi nemi hormon hatású vegyület termelését végzi igazából, és ez azért lényeges, mert a teljes anyagcsere szabályozásában és a só vízháztartásban is nagyon nagy szerepük van, nem különben a nemi fejlődésben is. És hát ugye a velőállományról beszéltünk az előbb, az pedig az adrenalint, a noradrenalint és a dopamint termeli. A mellékvesének van még egy nagyon fontos hormonja, ez a kortizol, amelyről azt kell tudni, hogy a szénhidrát anyagcsere szabályozásában van nagyon kiemelkedő szerepe.
ha kevés a kortizol, az sem jó. Leginkább így tavasz kezdete táján szoktak az emberek panaszkodni arra, hogy hát olyan depressziósak, meg olyan fáradtak. Mi ugye tudjuk, hogy mit kell ilyenkor csinálni, hiszen a teljes repertoár a rendelkezésünkre áll, hogy ezeket a kis hormonjainkat meg tudjuk támogatni, és az egyensúlyt vissza tudjuk hozni, úgyhogy van feladatunk bőven azoknak segíteni, majd elmondom, hogy mi kell, akik ilyen problémával fordulnak hozzátok. Azonban, hogyha a probléma tartósan fennáll, akkor valóban érdemes ilyen kortizol hiányra is gyanakodni. Tehát azt kell tudnunk, hogy az anyagcserét, szexuális folyamatokat, a víz és ionháztartás szabályozza leginkább. A következő terület, amiről szintén már beszéltünk, az a hasnyálmirigy. Ugye azt mondtuk, hogy ez abból a szempontból nagyon különleges, hogy egyszerre belső és külső elválasztású mirigy. Egyrészt elmondtuk, hogy a vérbe bocsátja a szervezet cukoranyag cseréjét szabályozó inzulin, és az úgynevezett glukagont, ami viszont a vércukorszint emelését végzi, ugye teljesen ellentétes az inzulinéval. Nyilván megvan ennek a meghatározott célja, oka és ideje és helye. Ez szintén egy másik előadás témája lehetne. Ugyanakkor azért külső elválasztású, mert emésztőenzimeket is termel. Úgyhogy ez valóban egy nagyon-nagyon fontos szervünk, és itt megint csak nagyon sok emberrel találkozunk, és találkoztok nyilván ti is, és fogunk is sajnos, úgy tűnik az életmódból fakadóan. Hát ugye ennek a talaján alakul ki először az inzulin rezisztencia, és aztán pedig a diabetes, vagyis a cukorbetegség. Ide ebbe a nézetbe azért tettem különös jelentőséggel a mindig körültekintő és holisztikus szemléletű termékajánlást, mert nagyon sok dolog befolyásolja azt, hogy mitől borul meg az embernek a hasnyálmirigy működése. Mindig személyre szabottan, és mindig nagyon-nagyon sok szempontot, életmódot és mindenféle egyebet érdemes akkor taglalni, és egy személyes beszélgetés konzultáció formájában föltárni azokat az okokat, amik alapján aztán tudunk valóban olyan termékajánlatot adni, amivel egészen biztosan sikerül újra azt a balanszot, azt az egyensúlyt megtalálni. Én azt gondolom, hogy talán ennyit. Még itt ebbe a kis ábrában látjátok, azt írtam be, hogy 98%-a a külső elválasztásról szól, ugye a hasnyálat termel az emésztéshez, és 2%-a mindösszesen, ami a belső az inzulinnak a termelését jelenti. A következőkben beszéljünk egy kicsit most arról, hogy tulajdonképpen mik is ezek a hormonok, mert most már olyan sokat beszélgettünk róluk. Hát azt kell róluk tudni, hogy gyakorlatilag ilyen kvázi kémiai kapcsolatok, így is tekinthetünk rájuk. Itt vannak azok a mirigyeink, amik ugye termelik őket, amikről már beszélgettünk, és hogyha ilyen nagy általánosságban szeretnénk őket elemezni, akkor azt kell mondanunk, hogy a testi folyamatainkat szabályozzák, az ember viselkedését, érzelemvilágát befolyásolják, és hogy a legtöbbjüket speciális mirigyek állítják elő. Ezt így nagyjából szerintem egy laikus ember elég is, ha tudja. Azonban az nagyon fontos, hogy tudjuk róluk, hogy mindegyiket véredény hálózat vesz körül, mindegyik hormon. Mik ezek a véredények? Hát igazából itt most csak annyit, hogy ezek a véredények gyakorlatilag nem mások, mint olyan elágazódó, pici tágulékony, kicsi csövecskék, amik a vért szállítják. Folyamatosan változó dimenziókkal, és amelyek a már bizonyára általatok is hallott kis és nagy vérköré szerveződnek. Én ide betettem egy ábrát, csak mégis sematikusan, hogy lássátok, hogy kb. Hogy helyezkedik el, és ugye itt látjuk az emberi testben a teljes érhálózatot. Hát most nem kezdek ebbe bele, én azt gondolom, hogy ez így teljesen elegendő az érthetőség kedvéért. Azt azonban fontos kiemelni, hogy régebben csak azokat a kémiai anyagokat tekintették hormonnak, amelyeket a belső elválasztású mirigyek termeltek, és amelyek a vérárammal jutottak el az úgynevezett célsejtekig, majd erről is mindjárt beszélünk. Mára azonban már felismertük, hogy gyakorlatilag minden sejt képes előállítani olyan molekulákat, amelyek befolyásolni képesek más sejtek működését. Az már gyakorlatilag teljesen lényegtelen, hogy a befolyásolni kívánt sejt, az közel van-e, vagy távolabb van attól a helytől, ahonnan gyakorlatilag a hormonok elindulnak. Ami még nagyon érdekes itt, hogy ki kell emelnünk az úgynevezett neurohormonokat, mert hogy pontosan ezek azok a hormonok, amik idegsejtekben termelődnek, és ugyanolyan hormonnak tekinthető, mint mondjuk az inzulin.
A következő még mindig a hormonnal kapcsolatos néhány megállapítás, tehát hogy sejtek és szervek közötti információcserét tesznek lehetővé, amiről már beszéltünk, hogy nagyon komoly élettani körülmények között termelődnek, és nagyon-nagyon komoly életbeni változások alakulnak ki általuk, és nagyon lényeges, hogy csak meghatározott ideig működőképesek. Ez egy nagyon fontos dolog. A kérdés az, hogy hogyan tudnak eljutni ezek a hormonok egyáltalán egyik helyről a másikra. Én azt gondolom, hogy annyit talán érdemes még itt elmondani rólunk, hogy van egy trükkjük ezeknek a hormonoknak, méghozzá az, hogy kikötnek egy bizonyos területen, ahol úszkálnak, és úgy érzik, hogy na ez az a hely, ahol rájuk szükség van. Méghozzá ez a kikötő nem más, mint a receptor. És akkor már el is jutottunk oda, hogy például, hogyha egy konkrét példát szeretnék hozni, akkor a D-vitamin hormon az, ami a csontok sejt növekedését indítja be. És egészen izgalmas a futárszolgálatnak, ugye, az üzenet hordozó és jelzőanyagoknak a munkája ebben az esetben, hogy hogyan éri el a sejt növekedést a D-vitamin hormon által. A céljaik megtalálásában tehát ezek a receptorok segítenek, és én azt gondolom, hogy nem kellene túl beszélnünk itt ezt a történetet sem. Ami nagyon fontos, hogy a hormonális rendszerről mindenképp tudjunk annyit, hogy milliónyi sejtre hatnak, egy nagyon gondosan szabályozott mennyiséggel nagyon nagy szabású változásokat tudnak kiváltani az egész testben. Azért érdekes még ez, mert nagyon fontos arról még talán beszélnünk, hogy a hormonrendszernek vannak olyan elemei, amelyeket nem az agyalapi mirigy irányít. Beszéltünk már a mellékpajzsmirigyről, beszéltünk a hasnyálmirigyről, amiről ugye megállapítottuk, hogy egy nagyon különleges szerv és nagyon sok funkciója van, többek között ugye az inzulin elválasztás, de a tobozmirigyet se hagyjuk ki ebből a szórásból, hiszen az is egy nagyon lényeges szempont, ahogy beszéltük, hogy az alvás, pihenés szempontjából meghatározott feladattal rendelkezik. A receptorokat még egyszer így valamilyen módon stilizálva tettem be ezt az árát. Még egy utolsó meghatározásként, tehát elegendő, ha úgy emlegetjük, hogy olyan speciális felismerő fehérjék, amelyek a hírvívő molekulákkal kapcsolódva közvetítik azoknak a hatásait. Én azt gondolom, hogy ha a hipofízis mellett maradunk, mint agyalapi mirigy, és mint a legfőbb belső elválasztású mirigyünk, akkor, és erről már beszéltünk, akkor nagyon hamar eljutunk oda, ami szintén egy nagyon fontos terület az életemben, ugyanis a hipofízisnek a hormonja, az úgynevezett TSH hormon, ez a tireoidra stimuláló hormon, ugye ennek a rövidítéséből származik, ez szabályozza a pajzsmirigy hormonok termelődését. És itt van egy nagy de, sok-sok ponttal és felkiáltó jellel, mert annak a mennyiségét, tehát a pajzsmirigy hormonok mennyiségét nagyon sok minden befolyásolja. Itt oldalt van az a kicsi ábra, amit aztán majd mindjárt még ki fogok bővíteni. Pajzsmirigy alul vagy felülműködés tárgyában is nagyon sokszor fordulnak valószínűleg hozzátok emberek, ez is gyakorlatilag népbetegségnek számít már. Én magam is 15 évig voltam pajzsmirigy beteg, én így kerültem a DXM-be, ez is egy másik történet.
hál' Istennek ez már múlt idő, és köszönöm szépen Mr. Morinzinek, Kocsa Lászlónak és a Morinzinek, az üvegnek és a tartalmának is, hogy segített ebben a problémában. Azért egy kicsit részletesebben foglalkozok majd mindjárt ezzel a problémakörrel. Tehát akkor beszélünk pajzsmirigy alul- vagy felülműködésről, amikor ez a szervünk vagy túl kevés, vagy túl sok hormont állít elő. A tünetek szerintem sokat előtt ismertek. Hipertireózis, tehát túlműködés akkor fordul elő, amikor valaki nagyon veszekedős, álmatlan, gyorsul az anyagcseréje, súlyvesztés történik, ideges, akkor mindig érdemes, ha ez tartósan fönnel és különösebb oka nincsen erre gondolni. Ugyanakkor úgy tűnik, mintha ilyen négyes fokozatban váltaná a sebességet, vagy nem váltaná a sebességet autóvezetés, hogy szágul mindig, mint a szél. Amikor pedig alultermelésről beszélünk a pajzsmirigy részéről, akkor pedig pontosan ellentétjét látjuk, akár 14-15 órát is tudna aludni az az ember, akinek alul termeli a hormont a pajzsmirigye. Nagyon nagy a súlygyarapodás, csökkent táplálkozás mellett is, és a nehézség az ebben a történetben, hogy nagyon sokszor keverednek a tünetek. Ezért ez egy nagyon kényes problémakör. Nagyon fontos megállapítani ugyanakkor, ahogy utaltam arra már az előbb, hogy rengeteg dolog befolyásolhatja, hogy akár a napszak, a stressz, bizonyos gyógyszerek, a terhesség is teljesen átalakíthatja a TSH-nak az értékét, és ha eltér a TSH érték, akkor mindenképpen érdemes a T3-T4-et is megnézetni, sőt, még pajzsmirigy ultrahang is ajánlott. Én itt szeretnék egy nagyon személyes példát elmondani nektek, amikor nekem kiderült ez a problémám 20 évvel ezelőtt, akkor 32-es TSH-val kerültem Miskolcra az Orfiba, ahol egy pillanat alatt állapították meg ezt a problémát, viszont egy fél éven volt hátra a tolószékig. Tehát ez egy olyan néma betegség sokáig, mert nagyon-nagyon ritkán derülnek ki a tünetek, hogy a tünetek mögött mi áll, és pillanatok alatt visszahoztak természetesen hormon készítményekkel abból a lehetetlen állapotból. Ugyanakkor, amit mondtam, hogy a TSH érték az nem jelent minden esetben egy kóros pajzsmirigy működést, mert amikor az édesanyám 3 évvel ezelőtt meghalt, akkor 66 volt a TSH értékem, és tökéletesen jól működtem, dolgoztam, és minden egyebet tudtam csinálni, tette a szervezetem a dolgát, fölkészített plusz anyagokkal arra, hogy azt a feladatot el tudjam látni. Természetesen hihetetlen módon megemeltem a DXN termékeket, azért, hogy azt az egyensúlyt továbbra is meg tudjam tartani. Én azt gondolom, hogy látható mindebből, hogy ez a két pajzsmirigy által termelt hormon nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be az életünkbe, az energiafelhasználás, a gyorsaság és működés szempontjából is. Egészen a testhőmérsékletig befolyásolja egyébként az életünket. Amit még feltétlenül fontos volna mondanunk, hogy hol helyezkedik el, láthatjuk, hogy az anatómiai rendszerben körülbelül hol található. Ide azt írtam le, hogy az egyik a sejtanyagcserét szabályozza, ugye a T3-T4, a másik hormonja pedig a szervezetünk kalciumforgalmát szabályozza. Ezért alakult ki nálam például az oszteoporózis 10-ből 8 ujjamon, mert kivonta a kalciumot a szervezetemből. Tehát nagyon-nagyon komolyan kell venni ezeket a problémákat. A következő dián a mellékpajzsmirigyet látjuk, ami szintén egy nagyon-nagyon fontos szervünk. Ha megnézitek, hogy hol helyezkedik el, akkor láthatjuk, hogy 4 pici borsnyi méretű mellékpajzsmirigyünk van, és ez a pajzsmirigy 2 lebenyének az oldalsó szélén alulfelül helyezkedik el. Én azt gondolom, hogy elég róla annyit tudnunk, így laikusként, hogy 84 aminósavból áll a hormonja, ami parathormon nevű, és a jelentősége a kalcium és foszfor háztartás szabály
alkalmazásában van. Ennyi elég, azt gondolom, hogyha tudtok róla. Itt a hormonok hatásának a kialakulását próbáltam meg ezzel a képpel szemléltetni, ugye vannak a jelfogók, a szöveti sejtek és a hormonok, ahogy úszkálnak. Ha emlékeztek még a belső elválasztású mirigyrendszernél az ábrára, akkor beszéltünk arról, hogy a szaporodásért felelős ivarmirigyek, ugye a herék és a petefészkek is mindkettő hormont termel. Azt azonban nem mondtuk el, hogy a férfiakban tesztoszteron képződik, ami alapvetően kamaszkorban indul el, ez váltja ki aztán a nemi szervek fokozatos fejlődését, az agyszőrzet és minden egyéb megjelenését. Nőknél azonban a petefészekből kiválasztódó ösztrogén jelzi a felnőtt kornak a kezdetét, és aztán ez gyakorlatilag a változókorig elkíséri jó esetben optimális hormon működés mellett a női szervezetnek a működését. Az, hogy mit jelentett az előadásom címében, hogy férfi-női hormonegyensúly, ez azért nagyon lényeges, mert a hormonális rendszerek kapcsolatosan folyamatosan van egy ilyen tartós félreértés, azt gondolom, hogy kizárólag női vagy férfi hormonok léteznek, ez nem így van. Az a helyzet, hogy a petefészkek és a here az, ahol a nemre jellemző nemi hormonok, ugye nőkben az ösztrogén, progeszteron, férfiakban pedig a tesztoszteron képződik, ezek alakítják ki az úgynevezett másodlagos nemi jelleveket, hozzák létre a női ciklust, és a szaporodást teszik lehetővé, és vannak olyan szerveink, amelyekre közvetlenül hat az agyalapi mirigyben termelődő hormon, például a prolaktin, ami elősegíti azt, hogy a női emlő egyáltalán felkészülhessen a szoptatásra, és fönn is tartja a tejtermelést. Ugyanakkor az oxitocint is meg kell említenünk, ugyanis az agyalapi mirigy hátsó lebenyében tárolódik, és ez azért nagyon érdekes, mert az anyasság szempontjából szintén óriási jelentősége van, mert amikor elérkezik a szülés ideje, akkor ennek hatására váltódnak ki az úgynevezett mély összehúzódások, és utána pedig húzódik össze a méh, és még számos szerepe van a női életben. Valójában azt kell tudnunk, és ez egy nagyon fontos megállapítás, hogy mindkét nemben megtalálható az ösztrogén is, és a tesztoszteron is. Ami nagyon lényeges, az az, hogy milyen mennyiségben. Amikor valamiféle probléma van, bármelyik nemnél hormonális probléma, akkor mindig felborulnak ezek az arányok. Mindkét hormon, tehát az ösztrogén is és a tesztoszteron is nagyon komoly szerepet játszik a várandóság során, és ahogy már erről beszéltünk, és hát hihetetlen fontos jelentősége van a szaporodás területén. A hormontermelésnek a periodikus ingadozásával függnek össze igazából azok a hangulatváltozásaink is, amikről szerintem mindannyiunknak vannak már napi tapasztalatai, így a COVID-19 kapcsán pláne, hiszen van úgy különösen azok, akik családban élnek, hogy megszűnt az a fajta privát szféra, és meg kell tanulnunk újra együtt élni a nap szinte minden pillanatában egymással, és ez azért munka. Úgyhogy nagyon érdekes, itt meg lehetne nézni esetleg a hangulatjáira utalva, hogy mik azok az izgalmas érzések, amik így eluralkodnak időnként rajtunk. A lényeg az, hogy a hormonrendszernek az elsődleges feladata az, hogy ne uralkodjon felettünk, hanem szabályozza a folyamatainkat. Néha mindenféle betegség, tartó stressz és egyéb felborítja ugyanezt a szabályozó szerepet, de általában azért sikerül egyensúlyban tartani minket. És hát, hogyha azt kérdeznénk meg, hogy hogyan tudunk mi segíteni, támogatni ebben a hatalmas munkában hormonokat, hát akkor azt mondhatjuk bátran, hogy hát a DXM termékeivel is.
Én most mutatok nektek két ábrát, ez rajta lesz egyébként a prezentáción is, úgyhogy nyugodtan le lehet majd másolni. Én megpróbáltam nektek itt összefoglalni a hormonokat és a hithatásaikat. Ha megnézitek ott a hiány részen és a tüneteknél, akkor ha hozzátok fordul valaki, akkor látjátok majd, hogy milyen tünettel valószínűleg mi állhat a háttérben. És hát az a mosolygó szájacska, amit itt láttok az ábrán, ez azt jelenti, hogy amikor a hormonrendszerünk ebben a hatalmas munkában igen komoly erőpróbának van kitéve, akkor megnyugodhatunk menni a ganoterápiával, az égvilágon mindenben segítségére tudunk lenni a kihívások során. Amit itt nagyon lényeges ismételnünk az, hogy a gyógygombák adaptogén természetűek, tehát egyáltalán nem tudunk velük ártani. Azt gondolom, hogy amikor valaki megelőzésként kezdi el, és sohasem találkozott még velük, akkor érdemes mindig kicsi dózissal kezdeni. Pontosan azért, és ez a nyilacska és a visszacsatolás azért van ott, hogy egészen bizonyos, hogyha nem éltünk olyan életmódot sokáig, amit ma már igen, akkor lesznek olyan testi visszacsatolásaink, hogy örömmel veszük a segítségét ezeknek a gyógygombáknak, de hogy ez ne legyen drámai, és hogy természetesen akkor, amikor megemelkedett igényszint van, nincsen appelláta, tehát mondjuk egy tumoros betegségnél itt nem kezdünk kis dózissal, mert nincs rá időnk, ezt a helyzetet ne várjuk meg, viszont akkor, amikor ilyen váratlan és tartós helyzetben vagyunk, akkor bátran emeljük meg az adagot. És aztán vissza lehet állni egy másik szintre. Erre is hallottunk rengeteg ajánlást, itt az előző előadásokban kiváló előadók voltak, akik erről beszéltek megelőzésképpen, és szinten tartásként Jane és a többiek. Amikor valamilyen visszajelzést tapasztalunk, akkor se hagyjuk abba a készítményeket, helyette lépjünk vissza inkább egy ideig arra a szintre, amíg nem voltak ilyen tapasztalataink, de mindenképpen szedjük tovább a termékeket. Valószínűleg azokra az egészségügyi problémáinkra, amik évek és évtizedek alatt alakultak ki, nem napok és hetek alatt fogunk egyik pillanatról a másikra megoldásba kapcsolni, mert hogy a ganoterápia nem tünetet kezel, hanem azokat szünteti meg, és én ide nem véletlenül választottam dr. Lindsay Eugene elnök úrnak a mondását, aki szerint az immunrendszert erősítjük azért, hogy az meggyógyítsa és megszüntesse a betegségeket. Hát, hogy mivel... Mindennel. Itt, ha megnézitek, láttok olyan dobozokat, amik már nincsenek is. Én nagyon szeretem őket, én eltettem sokat közülük. Olyan is van, amelyeket sajnos nem sokára kivonják itt az európai forgalomból, pedig nagyon szeretjük. De azt gondolom, hogy a bőség zavarával küzdünk akkor, amikor a kávék közül választhatunk. Aki nem kávézik, az nem kell, hogy most elszokjon. Itt vannak a tejáink, amik fantasztikusan finomak, a kokozi, a lemonzi, itt vannak az enzimitalok, itt van Mr. Morinzi, és itt van a kordipány, amit ha látjátok, mind a kettőt így egy külön keretbe foglaltam, mert mind a kettő nagyon fontos az én szempontomból. A Morinziről ugye már elmondtam, hogy igazából akkor, amikor a pajzsmirigy problémámra a gyógyét kerestük, rengeteget megittem a Morinziből, a mai napig is megiszom, bármikor, és nagyon szeretem fogyasztani, és Lacival is többször ittuk, és remélem fogjuk is még, ugyanis fantasztikus hatása van, de majd beszélek erről mindjárt egy kicsit, azokban az állapotokban, amiket pontosan ez a pajzsmirigy alulműködés és a Hashimoto tiroiditis idézett elő. A kordipányt pedig azért tettem keretbe, mert az összes kismedencei szervünkre és az érrendszerünkre is fantasztikus hatással van. Éppen tegnap előtt kaptam azt a telefont egy sikeres munkatársunktól, aki büszkén mondta, hogy a sokadik kordipány után egészen elképesztő tapasztalatai vannak, úgyhogy nagyon örül, valóban zseniális hatása van. Én azt gondolom, hogy amikor ezt az ábrát újra látom, vagy beillesztettem a prezimbe, eszembe jutott az a 16 nap, amit tavaly februárban Malajziában, Alorszatárban tölthettünk Kocsó László vezetésével és 16-unkkal kint a farmon, a kezünkbe foghattuk a ganodermát, és sohasem fogjuk elfelejteni ezt az érzést, és azt, hogy több mint 100 féle termék van a piacon, aminek a többsége a ganoderma gyógygomba fantasztikus hatásait hozza magával, akkor tudjuk, hogy nagyon jó helyen vagyunk, hiszen az élelmiszerektől
mint étrendkiegészítők is, és enzimkészítmények is, személyes higiéniai termékek, kozmetikumok vonatkozásában az életünk minden területén ott vannak a termékek, mint ahogy látjuk. Én azt gondolom, hogy ezek a válogatással készült, és én úgy készítettem ezt a képet itt, ezek a legalapvetőbb termékeink. Amit én itt külön kiválasztottam, Jane ajánlásával, ugyanis én a kislányomnak 11 éves korától, tehát 2 év óta, most már több mint 2 éve, minden nap adom, nem csak mint étrend kiegészítő, és nem csak mint egy remek immunmoduláns, ezt a Corticepset, de nem voltam benne biztos, hogy tényleg jót teszem-e, jót teszek-e, és miután Harmad Katalinnál végeztem ősszel a tanfolyamán, ezért megkértem Katit, hogy segítsen már abban, hogy Jane-nel felvegyük a kapcsolatot, hogy nehogy hibázzak. És Jane szó szerint ezt írta nekünk válaszüzenetben, hogy a hormonokat a helyes irányba tudja modulálni, tehát bátran adhatjuk, tinédzserkorban is, rendszeresen is, valamint, hogy vele született szív- és tüdő problémákkal küzdő gyermekeknél nagyon komoly hatékonysággal tudta alkalmazni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos megállapítás. És hát itt látjuk, hogy miért egy nagyszerű termék. Én most nem kezdek itt bele a részletes ismertetésbe, hiszen annyi fantasztikus előadást hallottunk már, és meg fogjátok találni ezeket az adatokat itt az ábrán. És ugyanez vonatkozik a spirulinára is, ott éppen annál a spirulinás medencénél állunk, ami szintén alasztárban készült. Csak azt tudom mondani, hogy ha semmi más nem ennénk, csak ezt a szuperfoodot fogyasztanák, akkor is minden rendben lenne az életünkben. A póriát kellene még itt talán kiemelnünk, mindazonáltal, amiről itt beszéltünk, férfi-női hormon egyensúlyozódás szempontjából, hiszen ideges nyugtalanság, és amit itt láttok, hogy nagybetűvel szedtem, ebben a helyzetben különösen nagy jelentősége van, és egy nagyon kíméletes, nagyon jó hatású kiegyensúlyozódást hoz létre ez a termék is. Ugyanígy az oroszlánsereny gomba, itt megjelöltem azt, hogy kivonták belőle a laktózt, mert kaptam egy olyan telefont nem túl régen, hogy ajaj, ő úgy tudja, hogy a DXN oroszlánsereny készítményében laktóz van, nincs benne, már laktóz volt benne, de már nincs, és ez azért érdekes, mert egyébként a laktózintolerancia is tudjuk, hogy ad munkát a DXN-es csapatnak, ha valakinek ilyen problémával fordulnak az ismerősei, mert hogy a laktózintolerancia is egyfajta allergia, amit kiválóan lehet kezelni és megszüntetni a DXN termékekkel. Azt gondolom, hogy a felsorolásban ugyanez az elv érvényes, megtaláljátok, nagyon sok mindenre jó, fantasztikus előadásokat hallhattunk már eddig is arról, hogy miért, és milyen mennyiségben érdemes szedni. Itt is ugyanezt tudom csak mondani, hogy attól függ, hogy a személyes konzultációs beszélgetés során mire derül fény, és hogyan érdemes ezt alkalmazni. És akkor itt van a Morinzi, Mr. Morinzi, ami egy 100%-osan tiszta gyümölcsital, és ami nagyon lényeges, hogy aktiválja az agyban elhelyezkedő topozmérid működését, ami az alvást, a hangulatot, a testhőmérsékletet befolyásolja, most már ugye ezt tudjuk, és semmiképpen nem hagyhattam ki a Mycoveggie-t, ami szintén számomra egy fantasztikus termék, és Dr. Rajesh Saverat, akitől élőben hallhattunk, azt hiszem 2015-ben egy fergeteges előadást erről, azt is megtalálhatjátok egyébként a YouTube-on. Én azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb szempont, hogy mindenek előtt ne állts, ahogy ezt már elmondták a nagy bölcsek több ezer évvel ezelőtt, és ha tovább megyünk ezen a vonalon, hogy semmiképpen ne álltsunk, és ehhez hozzátartozik az is, hogy biztassuk az embereket egy folyamatos folyadékfogyasztása, ami lehetőség szerint olyan folyadék legyen, ami táplál és segíti mindazt a szervünket, ami a zavartalan hormon működésünket biztosítja, akkor itt ezt a két teát mindenképpen meg kell említenünk azzal, hogy egy tasakból 2 liter teát is el tudunk nyilvánvalóan készíteni, de fantasztikus eredményeket tudtunk elérni, akár a Attila műtétje kapcsán is, amikor egészen hígítva, egészen sűrítve, sűrített koncentrátumban használtuk a rejzéganó teát. Ez is egy másik előadásnak lehet majd a témája. Beszélhetnénk még itt arról a nagyszerű ivó
lékészítésre való termékünkről, ami egy kiváló ital, majd most a nyári melegben, de télen is, lehet ízesíteni bármivel, és azt gondolom, így utolsó üzenetként mindannyiótoknak tanácsulathatom, hogy maradjatok egészségesek, segítsetek, hogy ezt mások is elérjék, minden lehetőség megvan ehhez a kezetekben, őrizzék is meg ezt az elért erősséget, egészséget, és hát én nagyon szépen köszönöm mindannyiótok figyelmét. Hát köszönjük szépen Ildikónak ezt a nagyszerű előadást. Úgy gondolom, hogy ismét nagyon sok hasznos információval gazdagodhattunk. Egy hét múlva pedig ugyanebben az időpontban dr. Cinege Lászlót hallhatjuk majd, aki a betegségek okairól fog nekünk beszélni. Ez is egy érdekes előadásnak ígérkezik. Várunk mindenkit szeretettel a jövő héten is. További szép estét kívánok mindenkinek. Sziasztok!